Mérhetetlen heves tisztelettel köszöntöm a mélyetiszett publikumot, óriási nagy izgatottságtól túlfűtött Bala ismét a kommentátori székből jelentkezik. Hölgyeim és uraim, hosszú idő után, mint kommentátor, van szerencsém visszatérni a virtuális Forma 1-es valósághoz. Remélem, nagyon remélem, hogy sikerül egy szuper jó versenyzést prezentálnunk a mai nap. A versenyzők már tűkönülve, míg én magam is így teszek, közben próbálom azért a technika ördögét, amennyire csak lehet a háttérben tudni, és próbálom elhárítani itt a technikai valőröket. A kupáról azt kell tudni mindenféleképpen, hogy előzetesként is lehetett hallani, tapasztalni az információkat a HLV Discord szerverén keresztül. Négy darab csoportra van osztva erre a hétvégére a mezőny, a jelentkezők egész pontosan, A, B, C és D csoportra. A mezőny, illetve a csoportok első négy legtöbb pontot gyűjtői fognak majd a jövő heti döntőkbe bejutni, egész pontosan. Úgyhogy nagyon feszített küzdelmet fogunk látni a minap a versenyzőktől, ez egészen tuti ziher. Pillanatokon belül el fogunk egyébként rajtolni. Kínában tartják megrendezésre az első megmozdulást, az első mutatvány az alcsoportnak itt lesz. A kínai nagydíjon, a kínai pályán. Shanghaiból fogunk jelentkezni. Van egy-két technikai gigszer, amit nagyon gyorsan el kell hárítani. Óriási esőzések vannak jelenleg itt a pályán. És ennek köszönhetően a versenyzők nehézkesen tudnak ideérni, nehézkesen tudják elfoglalni a helyüket. Hát ezt a problémát kell nagyon gyorsan kiküszöbölni, de hát természetesen, ahogy azt már megszokhattuk, mindig akadnak kezdeti nehézségek. Pláne egy olyan kupán, ahol ami először mutatja meg magát a nyilvánosságnak. Hosszas felkészülést kellett egyébként prezentálnia, nem csak a versenyzőknek, a szervezőknek, hát még egyébként visszatérve a versenyzőkre, azért itt elég komoly presztízs értékkel rendelkező kupáról van szó, még úgy is, hogy az első most van először megrendezve ez a kupa. Szenzációs régi arcokat fogunk egyébként látni. Azért mondom régi arcokat fogunk látni, mert hogy jó magam még egy jó pár évvel ezelőtt akkor volt szerencsém kommentálni egy jó néhány Forma 1-es versenyt itt-ottam ott. Abból az időszakból egy-két pilóta meg fog jelenni majd a mai adásunkban is. Hát még majd a holnapiban, aztán a jövő heti döntőkben. Nem tudok különbséget tenni én személy szerint csoportok között. Nagyon kiélezett lesz a harc, egészen biztos. Közben remélhetőleg a kollégák elhárítják itt a problémákat, mert én lassan már nem tudok miről beszélni. Eddig oly sok információ áll rendelkezésünkre. 14 körös lesz egyébként a verseny, és ahogy említettem, egy nagyon rövid időmérő edzés ez. Hát azért, aki nem időmérő menő, az itt most nagyon-nagyon föl kell, hogy kösse a gatyóreszt, mert hogy egy gyors kör áll rendelkezésére a pilótáknak.
ami hát azért valljuk be, hogy nagyon-nagyon kemény. Tehát itt azért rá kellett feküdni az egykörös tempóra, aztán egy hihetetlen gyors 14 körös etap várható majd. Én bele sem merek gondolni abba, hogy itt most ezt hogyan fogják majd a pilóták végül véghez vinni. Ezt követően egyébként, ahogy az A-csoportnak az eseménye lezajlik, rövidesen fog kezdődni majd a C-csoportnak a versenye, aki ugyanúgy kínai pályán fog lezajlani az az esemény. Egyből fogom azt majd mutatni. Hát az interjúk után természetesen, tehát a futam végén lesz majd várható a dobogósoktól nagyon-nagyon rövidke kis interjú, ahol megpróbálok olyan kéréseket föltenni azoknak a versenyzőknek, akik sikeresen megérkeznek majd az interjú szobába, hát a top 3, ami talán kielégítő lesz majd számunkra. Azért az, hogy egy nagyon rövid lefolyású kupán részt vesz egy versenyző, itt az teljesen más, mint mondjuk egy hosszabb távú bajnokságon részt venni, ahol esetleg van 10-15-20 nagy díj. Azért ott, ha esetleg hibázol egy-két versenyt, egy-két versenye mellé nyúlsz, akkor lehetséges, hogy a következő nagy díj, akkor meg tarolsz, míg riválisai szintén betliznek. Hogy mindennek van előnye és hátránya, ebből kifolyólag lehetséges az is, hogy gyengébb, illetve lassabb versenyzőknek sikerül kimagasló és váratlan eredményt elérniük. Hát most már mindenkit megnyugtatnék, hát tényleg nem kell ahhoz sok, hogy elrajtoljon a mezőny. A tervezetnél picikét tovább várakoztatjuk meg most az adást. El se indult az időmérő edzés, de már piros zászlóval kezdjük az eseményt. Ezt így is lehetne akár egyébként lefordítani. Tehát, hogy özönlenek befelé a versenyzők, foglalják el a garázsukat, hát nem lesz itt unatkozás egy pillanatig sem. De 19 versenyzőt várunk. Remélhetőleg mind a 19 versenyző megérkezik. Kíváncsi leszek, hogy mely csapat indít egy versenyzőt ezen az eseményen. Nyilván természetesen ennek túlságosan nagy jelentősége nem lesz. Maximum annyi, hogy ilyen rövid versenyen a versenyzők nehezen tudnak valószínűsíthetően taktikázni majd, de azért nem egy rossz dolog, hogyha van kivel üzzered, ha van egy csapattársad. Tehát a valóságtól eltérően természetesen itt az autók teljes mértékben egyenlőek, nincs az autók között különbség, maximum igazából, ami különbség van, az ugye szóval élve placebo. Hát a maximum az autónak a megjelenése másabb, az irányítása az teljesen mindegyik autónál csapattól eltérően egy és ugyanaz. Itt általában a pilóták azért szoktak küzdeni, hajtani, hogy a számukra legkecsesebben festő járgányt tudják magukénak tudni, ami azért több-kevesebb sikerrel menni szokott.
vannak nagyon szerencsés versenyzők ilyen téren, akik már azt is el lehet mondani, hogy évek óta ugyanazt az autót kapják, még úgy is egyébként, hogy teljesen véletlenszerű generátor programmal sorsolják ezeket a járgányokat a pilótáknak. Ha ezt tudom, hogy ennyire hosszú lesz a versenyigazgatóságnak a megmozdulása, ami teljes mértékben érthető természetesen, azt azért leszögezném, előfordulhat, hogy inkább a háttérben hallható zenét egy kurulja által megkomponált verzióra cseréltem volna le, hogy picikét úgy jobban illeszkedjen a háttérben zajló eseményekhez. De természetesen ez csak a vicc kedvér. No! Szép lassan elrajtolunk. Zöld utat kaptak a versenyzők. És van némi furcsaság, mert hogy meglepően kevés versenyző áll rajthoz most. Ám szerint 12. Ám szerint 12 versenyző áll rajthoz. Ez ne szegje kedvünket, mert hogy verseny ettől függetlenül biztos, hogy lesz. Mint ahogy korábban is fogalmaztam, ez még csak a jéghegy csúcsa. Tehát a java még hátra van. No, eközben, most már érkeztünk egy csodás helyszínre. És kérem szépen, most már a helyszínről, teljes terjedelmében a helyszínről jelentkezhetem, egész pontosan, mert hogy tényleg csak pillanatok választanak el bennünket attól, hogy végre elrajtoljon a mezőny. Az egykörös időmérő edzése. No, hát mely versenyző mellett tegyük le a voksunkat? Jön kapásból a kérdés. Irtózatos mértékben a mélyvíznek a legeslegmélyebb bugyraiba ugrottunk most fejest, mert hogy az időmérő edzés már el is kezdődött, és ilyenkor kapásból a lehető legmaximálisabb, magasabb fordulatszámon kell pörögni a versenyzőknek. A lehető legkomolyabb teljesítményt kell letenniük az asztalra. Egyből mélyvíz, nem csak nekem, a versenyzőknek is, és hát fakirt láthatjuk egyébként itt a képernyőn. Nagyon hevesen terelgette a járműjét, már a kettes szektorban. Ami rendkívül technikás szakasz. És egyben szakasz a sánkhelyi aszfaltcsíknak egy picike bizonytalanságot lehetett felfedezni Fakir vezetésén. A blokkon egy picikét a bal első, és hát ez borzasztó nehéz, ahogy korábban is említettem, egyből jól teljesíteni. Hát ez egészen nehéz. És Fakir közben jön hátsó egyenesben. Versenynaptár egyik leghosszabb egyenesét láthatjuk, amint egyébként valószínűsíthetően majd a jövőben, tehát a hamarosan kezdődő versenyen előzési pontként fogunk látni. Ráfordul ebben a pillanatban Fakir a célegyenesre, áthalad a célvonalon, és Áron szerzi meg a pole pozíciót. Mert hogy innentől kezdve ezt már lehet borítékolni, mivel Fakir második lett, őt végig kísértük a gyors körét. A második helyen ért célba a Williams pilótája, de hát hibásról lehet ilyenkor beszélni, mint a képernyőn látható úriemberről. Gucci Áron poleból
kezdheti meg a HML Kupa A csoportjára kínai versenyét. Hát ez nagyon biztató. Óriási a szórás, azt kell mondjam. De mint ahogy azt korábban is említettem, mivel nem egy bajnokságról, tehát nem egy hosszú több versenyből álló versenynaptárt fogunk végigkísérni, hanem egy kupát, ami elég gyors lebonyolítással rendelkezik, mint ahogy itt az imént erről az időmérő edzés is árulkodott. A jövőben egyébként majd nem ilyen időmérő edzések lesznek, csak itt a kezdeti, a kvalifikációs, saját szavaim által legalábbis kvalifikációs napokon lesz ennyire gyors és feszített tempó. Minden úgy lesz egyébként, hogy a valós Forma 1-es szaudarábiai időmérő edzés ne befolyásolja, efelől semmi kétsége ne legyen a jelenlévőknek. Jelen pillanatban egyébként a versenyzők egyeztetik versenymérnökeikkel a stratégiát, hogy mely gumin fognak rajtolni. Értelemszerűen a top 10-ből rajtolók azon a gumin fognak rajtolni, melyel futották leggyorsabb körüket, és akik a top 10-en kívülről rugaszkodnak neki a versenynek, szabadon választhattak a rendelkezésre álló gumikeverékek között. Azt le kell szögezni, hogy a lágy és közepes gumi között itt óriási a különbség, tehát itt több mint egy másodperc, egy kötője másfél másodperces különbség van a két gumikeverék között, ami rendkívül nagynak mondható. Ennek köszönhetően, aki kapásból itt az elején bevállal egy közepes gumi sajtot, hát nem biztos, hogy ő annyira könnyedén tud majd itt elrugaszkodni a leges legelején. És ebben a pillanatban a pilóták meg is indulnak felvezető körükre. Aaron már itt gátlástalanul, nemes egyszerűséggel, nagyon heves mozdulatokkal elkezdi melegíteni abroncsait. És hát már itt a csigán túl vagyunk. Na kérem szépen. Nagyszerűen jönnek a versenyzők, a felvezető körükbe, ugrunk a mezőny leges legvégére. Texlond, mint sereghajtó, a jelen. Eközben minimális kontaktot vét felfedezni a versenyigazgatóság Levi, Ricci és Michi között, mert hogy őket már a versenyigazgatóság visszasorolta a rajtrácsa, ott volt némi meg nem értés. Felítom, hogy ennek köszönhető volt ott az összeérésük. Marco Ilcsik, Alex Beast 11-ről, aztán sajt, nem sorrendben mondom, innentől kezdve már sorrendben lesznek a versenyzők. Misi, Ricci, Levi, csövünk szépen fölfele, már a top 5 következik. Misi, Chris, egykori csapattársam, zárójeles mondat volt. Hosszú éveken keresztül volt csapattársam, ezért olyan információk állnak rendelkezésemre, és továbbra is érdekességképpen említem, hogy az ő gumikezelése mindig rendkívül, nem csak annyira, mint ahogy egymás közt szokták olykor-olykor a versenyzők mondani, neki tényleg rendkívül ilyen jó volt a gumikezelése, és emellé hát a helyzet az, hogy azért bizony elég komoly versenytempó is társult, mint ahogy azt láttuk az időmérős próbálkodásából, soha nem volt időmérőben ő. De soha nem jelentette azt, hogy a lassabb versenyzők között kellett számon tartani őt, mint időmérő menő. Az ő versenyére én személy szerint ebből kifolyólag is kíváncsi leszek, mert az ő gumikezelésével biztos, hogy nem lesz probléma itt az első körökben. Na nézzük akkor! Túladnak a piros lámpák. Ebben a pillanatban Aaron és Fakir vezényletével elrajtol a mezőny, és már megérkeznek a belső íven, Fakir a belső íven a csigában, de hát ez a csiga, hoppá, közben ott is megérkezik a másik Williams-en, na ez aztán már fordulat, Aaron húzza rövidebbet vajon, és már ugrunk a ti autójába.
Na, de kemény a kigyorsítás fakirad egy sallertárodnak, aki állja egyelőre a pofonokat. És a féktábor Ati berakja Áron, tudja, hogy fölösleges itt kockáztatni. Hosszú távon kell gondolkodni, tempója megvan hozzá. Félelmetes tempóval rugaszkodott el Áron ettől függetlenül, de hát a Williams-ek nem kegyelmeztek. Mérhetetlen eleganciával és agresszivitással utasították maguk mögé Áront, aki az első helyről rajtolt. És itt látható, hogy aki... illetve akik, és illetve mely csapat húzta a legrövidebbet, hát a Ferrari. Azt ki lehet jelenteni. Na nézzük a hátsó egyenesen ráfordító szakasz. Már-már egy Alfa Taurinál kibontakodó csata fog megjelenni. Áj, te gyönyörű kép. És itt Misi már nézelődik. Nem, hogy nézelődik, hát be is engedi az autót. Hát ott is van. Jajjaj, és ráfordulnak a célegyenesen, de Áron van előrébb. Nagyon komoly alternatív éveket használnak a pilóták. Hát Franz Tost a nem túl dús lobkoronájában ebben a pillanatban két kézzel jó beletúrt. És a háttérben Chris már a bukótérben, de ilyenekre nincs idő, mert akkora tempó zajlik és akkora küzdelem, hogy... És végül megérkeznek a pilóták. Áron már a negyedik helyen. Aja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 j
nagyon-nagyon lassan, amennyire gyorsan, magas fordulatszámra föl tudott pörögni az időmérő edzés első percében, annyira lassan kapta el a fonalat itt a versenyre való tekintettel. Furcsa jelenség. Az is furcsa, hogy Chris 9. helyen tartózkodik már, valamit ott nagyon... Nagyon-nagyon elnézett az Alfa. Az Alfa Romeo pilótája egész pontosan. És csapattársa mögött. Csapattársa mögött található már ő. És már ugrik rá. Fordulnak rá az egyenese. Na nézzük csak. Itt állítható hátsó szárnyat és egyben DRS még nem használhattak a pilóták. Márkó nagyon keményen a csapattársával szembe. Olyan magatartást prezentál, melyre nem hiszem, hogy számított arra a csapattársa, jelen esetben Chris. Ráfordulnak a célegyenesre. Áron eközben nem nyugszik a negyedik helyen, próbálja visszaszerezni a harmadik pozícióját. És jön ismét a csiga. Első szektor legeleje is belsőjében sokkal jövedelmezőbb, az a belsőjén menteni kell a menthetőt. Márkó küzd, próbál az utolsó pontokért is harcolni. Hát akkora tempó fölényt prezentált itt Chris, hogy nem volt túl sok kérdés. Na nézzük a Red Bull pilótáját, Alex. Üldözi sajtot. Red Bull házcsata. Red Bull házcsata van kibontakozóban, és ettől a körtől kezdődően már lehet használni az állítható hátsó szárnyat. Másében DRS. No nézzük csak, ráfordulnak. Egyenesse. Hát egyértelmű, hogy egy másodpercen belül volt Alex sajthoz képest. A helyzet az, és nézzük csak, DRS. Nyílik-e vagy sem? Írja kell. Ott is van, kérem szépen. Hát a sajt... Jaj, de kis taktikus, Alex! Pont annyi erest használt, amennyi elegendő volt ahhoz, hogy megelőzze sajtot. E sajt... Hát... Nagyon kemény védekezést prezentált Alex ellen. Mert hogy azért ő sem... Hát, pont hogy ő meg nem volt, nem spórolta az energiájával. Rendesen kimerítette most. A két közepes gumin lévő versenyző, és Fakir az első helyen kint maradt lágy gumikon, míg csapattársa Ati a 7. helyre ugrott vissza. Itt látható Ati.
box kiállását követően. Friss, közepes gumikon van jelenleg, üldözi őt Misi, és Misinek kapaszkodnia kell, DRS távolságon belül kell maradnia. Misi nagyon gyors. Áron már a 10. helyen. Na hát azért ez, erre nem, nem hiszem, hogy bárki rakott volna egy árva garast is, az időmérős tempóját látva. Aztán vissza az érre. Korábban Haas és Red Bull csata nem tűnik, úgyhogy ők most itt csak úgy meg fognak alkudni egymással szemben. Nézzük csak, sajt nagyon-nagyon-nagyon jön. Imádja ezt a szélárnyékot a Haas, és beengedi. Nagyon, ez egy nagyon taktikus versenyzés most sajtól. Tudja, hogy a verseny nem ezen szakaszában kell eldönteni ennek a pozíciónak a sorsát. Taktikus, hoppá, egy hiba! Ez majdnem sokba került. A háttérben Chris Alfa Romeo-ját lehet felfedezni, aki még mindig lágy gumikon. Na erről beszéltem korábban. Úgy tűnik, hogy ezekkel a, ezzel a konstrukcióval is Chrisnek sikerült átmentenie a nagyszerű gumikezelési technikáit. Eközben egy kis házon belüli csata? Ojojojojoj. Aha. Nézzük csak. Alfa Taurinál, Williamsnél, Alfa Romeo-nál. Hát úgy tűnik, hogy a két alfánál tényleg alfa hímek vannak. Hát most ez egy ilyen kis, nem is tudom, még szóvisznek se nagyon mondható persze. De remélhetőleg érti a célközönség. És Misi a háttérben. Egy egész. Áj, Misi, ezt most el... Ele... Lemne... Ó, hát én veszem késő része a biztonsági autót, mert hogy bejött a biztonsági autó, hogy ebből a biztonsági autóból kettő fajta verzió létezik ebben az érában, virtuális és valódi. Utóbbi érkezik meg a pályára. Na ez igen! És jönnek be a versenyzők! Hoppá! Nem várt fordulat! És erről próbáltam beszélni, erre próbáltam rávilágítani, és ez kinek jött nagyon jól? A képernyőn látható úriembernek, aki kap egy óriási esélyt az élettől. 5. helyre fog visszajönni. A friss, közepes gumikkal. Az előtte lévő versenyző sajt lágy gumikon. Lehet, hogy ez egy picikét korai kerékcsere volt a Haas pilótájától. Én személy szerint úgy gondolom, hogy korai volt, tehát ő az etapjának vége fele lassúcska lesz. Így finoman szólva. És hát minél kopottabb az az abroncs, annál könnyebb melegíteni a gumikat. Minél kopottabb, annál jobban azért próbálna erőltetni a pilóta, és annál minél jobban nem jönnek össze azok az előre kitalált, megtervezett évek, annál jobban fog az az abroncs túlmelegedni. Elkezdi úgymond csúnya szóval élve, túl erőlteti a gumit. Alex viszont a kemény gumi mellett tette le a voksát. Na hát ez igencsak érdekes, ahogy korábban említettem, a lágy és közepes gumi között több mint egy másodperces különbség van. Ezt nyilván sajt és a többi közepes gumis szemszögéből érdemes számon tartani. Na de a másik érdekesség az az, hogy a közepes és a kemény gumi között már nincs ekkora különbség. Tehát ez talán némileg Alex balmára hajthatja a vizet. Tehát ahogy korábban említettem, hogy latolgattam az esélyeket, ez sajtnak az etap vége fele fog majd elfogyni a gumija, és az összes közepes gumis versenyzőnek fog elfogyni majd szintén az etapjuk vége fele Alex kemény gumiával szemben. De ne felejtsük el, hogy a versenytáv az nagyon rövid. És nyilván, tehát
Ilyenkor a Pirelli, tehát egyetlen gumi beszállítója a Forma 1-es bagázsnak, olyan gumikeverékeket szállít mindig a hétvégékre, hogy futamhosszhoz van igazítva a keménysége a keverékeknek. Tehát 50%-os futamon ezek a gumik nem csak 4-5 kört bírnának. De mondjuk jelen pillanatban vegyük a lágy gumit. Annál többet bírnának egy 50%-os, hát egy 28 körös versenyen. Ezt valahogy így kell elképzelni. De ha hülyeséget mondtam, ígérem, következő adásra javítani fogom is. És férfiasan be fogom vallani azt, hogy hibáztam. Hát ez a biztonsági autó nagyon szép. Nagyon-nagyon szép ez a biztonsági autó, de most már mindenki versenyszerette látni, hölgyeim és uraim. És érdekes vezetés technikai megmozdulást láthatunk Fakirtól, aki feltűnik itt a biztonsági autó mögött, csapattársával együtt. Próbálja égetni a üzemanyagot. Próbálja minél magasabb fordulatszámon pörgetni, vagy nem is az, hogy égetni, de nem fölhalmozni fölösleges mennyiségű üzemanyagot. És a nagy vesztese egyelőre ennek a versenynek Aaron 5 pozíciót bukott a rajt pozíciójához képest. A biztonsági autó a kör végén be fog jönni. Úgyhogy hamarosan eszeveszett komoly versengés fogja kezdetét venni, és már kezdődnek a ráhangolódások, láthatjuk a gumibelegítő megmozdulásokat, és szerintem itt az egyenesről kapni fogunk egy jó távoli képet, én legalábbis nagyon bízom benne. Na nézzük, ki lesz itt Kimi Räikkönen, aki egy büdös mozdulatot nem fog tenni kormánykerekén. No nézzük, csak Chris az. De elegáns! Hát azért, jó? A mihez tartás véget azért ő is megmutatja, hogy van azon az autón kormány. És azért árán cigált egyet-kettőt. No nézzük az újraindítást, mert hogy a biztonsági autó ebben a pillanatban kijött a box utcába. Fakir bármely pillanatban elindíthatja a versenyt. Jaj, de egymáshoz közel! Alex! De ott van, és már támadja a tit! A háttérben a... Nagyon érdemes lesz figyelni azt a lágygumit, mert sajt eszeveszett módon akár körbe is autózhatja azt a kemény gumit, amit az első körben nagyon-nagyon nehéz fölmelegíteni bármilyen kormány, illetve gumimelegítési technikát is alkalmaz ilyenkor a pilóta. Na nézzük akkor most ki hol is van. Akir megtartott a vezető pozíció. Hoppá! Alex! Azt a kutya fáját, de megjött a Red Bull. A háttérben Chris kapja az áldást Aarontól. Mindenki próbálja menteni a menthetőt. Ricci a Ferrarival, hoppácska! Feltámadóban az a Ferrari. Ott. Nem sokáig tartott a feltámadás a háttérben. Maxtondal együtt. Karöltve. Csúsztak, forognak. Szerény véleménye szerint ők nem nagyon tudták fölmelegíteni abroncsaikat. Na nézzük a bizonyos előzési pontot, ahol Misi támadja Christ. Újabb áldást kap az alfás. Levi szemszögéből nézhetjük az eseményeket. Hop, kívülről! Próbál rájátszani a minél jobb kigyorsításra. Helye közben ez össze is jött. Próbál Levi lepattanóra, lesipuskás üzemmódba kapcsolt. Aaron! Hát kapott egy 3 másodperces büntetés, majd minden egyéb előzmény nélkül bevágtázik a boxba. Teljesen hülyeséget beszéltem én. Chris volt az, aki bevágtázott a boxba. Hát ott sérült az autója. Nagyon-nagyon balszerencsés, Chris. Hát nem ilyennek ismertük meg, úgy gondolom, még annó. Az én időmből, na nem mint hogyha most nem az lenne, olyan vagyok talán, mint Fernando Alonso, többszöri
újra virágzásomat élem. Há, vagy valami hasonló. Így egy Forma 1-es hasonlattal, hogy éljek, természetesen. Semmi rosszat ne tessék belegondolni. Áron? Az a 3 másodperces büntetés nem túl jó. Az nem túl szimpatikus. Szerintem Áronnak se. De most ő előzni fog. A lágygumi ide vagy oda, sajtnak... Ez nem lesz elegendő. Adare, tolja le. Azt a megaláztatást! Lágygumival egy házszal az Alfa Tauri ellen! Aj, te nyomják azt az RS-t! Mind a ketten! Vagy lehet, hogy... Hoppá, közben a másik Alfa Tauri! Benézed, 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 hopp, és egy... Tokyo Driftes! Nagyon komoly féktávot vett Áron. Ez igen. És ettől a körtől kezdődően már lehet használni az állítható hátsó szárnyat. És kíváncsi leszek, hogy a Williams háza tájékán ezzel kapcsolatban hogyan, miként vélekednek. Nézzük, csak kívülről megpróbálja körbeautózni Misi csapattársát. Húha. Hát a futam utáni kocsmatúrán lehet, hogy Misi fogja megvendégelni csapattársát. Már ha lesz! Ha egyáltalán eljutnak ilyen komoly, kegyetlen! Hát ez mint hogyha nem is csapattársak lennének. Nagyon komoly korrektség, és hihetetlen is oda bánásmód csapaton belül. Hát ez valami elképesztő. Tolja le, most a másik Alfa Taurit kapta a nyakába sajt, és tartja! Hihetetlen micsoda védekezés prezentál nekünk sajt! Na most a belső éven Áron! Próbált kettőt előzni, majdnem összejött neki. Döbbenetes, hogy micsoda tempója van egyébként Áronnak olykor-olykor. Látszódik némely megmozdulásából. De hát higgadt döntésekre van szükség ilyenkor. Tegnapi promóciós döntőt Áron nyerte meg. Bocsánat, harmadik lett, bocsánat. Harmadik helyen ért célba. És elmondása szerint továbbra is csúnya szóval élve. Ebben csak így tudok fogalmazni, úgy tűnik. Csak csúnya szavakat tudok használni. A persze átvitt értelemben, értendő. Szóval azt szeretem volna ezzel érzékeltetni, hogy Áron elmondása alapján kezdőmotoros a szakmában. Hát ha nyers tempóját nézzük, nem látszódik, nem érződik ez korán sem. Viszont... Hát nem egy Lewis Hamilton versenyen. Na most itt ezzel csak én azt szeretném mondani, hogy azért... Hát Áron jelenlegi versenyét tekintve, és nagyon fontos, hogy jelenlegi versenyét tekintve közben az élen, Ati elkezdi ostromolni, és egyben elkezdi szép lassan felépíteni a támadását, mely csapattársa ellen fog idézni. Ajajajajajaj. És közben megpróbálok visszatérni ahhoz téma kifejtéshez, amit még Áronnál hagytam abba. Szóval nem egy Lewis Hamilton, ami a versenytempóját illeti, és a versenyen elért eredményeit illeti, teljesít közben Ati a belső íven. Hát ez egy elengedés? Ez egy taktikai elengedés lesz, ha tippelnem kellene, hölgyeim és uraim, Fakir részéről legalábbis. Ő szerintem annyira intelligens, hogy ráspórol a következő körökre. De mi van akkor, ha Ati gondol egyet? Hát ez valami döbbenet. Megpróbálja kívülről visszaelőzni Fakir Atit. Vagy csak próbálja nyomni. Figyeljetek, srácok, végül is Alex több mint 3 másodperce van itt. Nyugodtan. Én ebbe partner leszek, az egészen biztos. Hát na, ez komoly. Hát kanyarokon keresztül, kérem szépen, kihúzza a rövidebbet, és korrektül, meg se sérül az autójuk. Szinte össze se érnek. Hát össze se értek. Én legalábbis nem láttam. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy Fakir visszaverte Ati próbálkozását. Na hát, a helyzet a következő, tehát
ez az oslom egyelőre még a két VDS pilótának bőven belefér. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon nem mindegy, hogy a két versenyző közül ti 25 vagy 18 pontot szerezzek. Ahogy korábban is említettem, az első négy legtöbb pontot begyűjtő pilóta fog a jövő héten megrendezésre kerülő kupán részt venni. Szóval azért nagyon-nagyon nem mindegy, itt az A-csoport tagjai közül hogyan alakulnak a dolgok. Ekközben Krisz a háttérben próbál egy előzést bemutatni, de ott van Sajt Ferrari ellen. Hát jövőre lehet, hogy nem lesz motor, hogyha ezt nem fejezi be Sajt. Nagyon komoly ostrom alá vette Levit, és ekközben Krisz sereghajtóként, már csak ex-sereghajtóként Faxton ellen bemutat egy előzést. Körbeautózza. Hát egy nagyon higgadt belső íven való kifékezést láthattunk Krisztől. 10. hely, az egy pont egyelőre, ha esetleg itt fejezné be versenyét. És Sajt továbbra sem bír megállni, és az élmezőny. Az élmezőnynél hoppá, Fakir és Ati között volt egy helycsere, amiről sikeresen lemaradtunk. És na most itt el kell gondolkodni azon, hogy most hogy is tovább. Hát ezen kívül még lesz egy kör. De hát ezt mind a kettő versenyző tudja. Ha még nem, akkor most már biztos, hogy rájuk szólnak, ahogy elkezdik az utolsó körüket, de hát nyilván ez egy teljesen fals feltételezés. Hát hátul nem jön senki, az biztos. Hát maximum Alex Wiest 3 másodperces távolságból, és Fakir már most elkezdte előkészíteni az előzést. Nagy téttel megmerném ezt kockáztatni, gyönyörűen fordul rá a célgyenesen, nyitja a hátsó szárnyát, 40%-os ERS-sel rendelkezik. Hát a jó ég tudja, hogy Ati, Fakir csapattársa, mennyi energiával rendelkezik még. Nagyon higgadtan itt a csigában. Na nézd, hopp, egy picike kis minimális kis kontakt. Két autó között. Első szektor vége. Rohanunk bele a kettes szektorba, és végig a technikás részen nagyon-nagyon közel kell maradni a Fakirnak Atihoz. Mert ha nem lesz elég közel a csapattársához, lehetséges, hogy ERS-ből és egy minimális kis cikázással, azaz kitérő manőverekkel hatástalaníthatja akár Fakir. Itt látható egyébként az előrejelzett, a Pirelli által előre jósolt gumikopás. Hát, én rábízzám ezt mindenkire. Alex közben, valószínű, hogy elkövetett itt egy hibát, közben Misi próbálja menteni a menthetőt, azért nem mindegy, hogy harmadik vagy negyedik helyen fejezi be a versenyt. Óriási cikázás, hiába a DRS, hiába minden, egyébként Ati sikeresen kivédekezte Fakirt, az egy nagyon komoly védekezés volt tőle. Azt a betyárját, össze is érnek egy pillanatra, Misi megpróbálja most kívülről, és nem sikerül, bődületesen komoly versenyzés. És védekezés, hárman egymás mellett itt közben az utolsó métereken. Végül a befutó a következő, Ati lett az első, Fakir a második, Alex lett ugye a harmadik. A végső finálét csodálhattuk meg. És hát igazából ahogy ez a finálé elkezdődött, úgy is fejeződött be, mert hogy negyedik lett Misi, és ötödik lett Aaron, aki nem volt túlságosan szerencsés, tehát még egy picikét több Lewis Hamilton válogatás kellene neki szerintem megnéznie, hogy ragadjon rá egy kis szerencse, mert itt úgy gondolom ezen a versenyen nem volt túlságosan szerencsés. Tehát egy verseny, egy nagydíj alatt, egy nagydíjból azért nem szabad messze menő következtetéseket még levonni, én azt javasolnám. Nos, a folytatásban nagyon nagy valószínűséggel mérhetetlen gyorsasággal
fognak következni a dobogósoktól az interjú. Nagyon rövidke kis interjú lesz. Órára, hogy rátekintek egy pillanat erejéig, hát a szemei majd, hogy nem kiszaladtak. Ez a piros zászlós fázis sajnos nem tett jót a menetrendünknek, de szaladunk, sietünk, megpróbálunk odaérni időben a valós Forma 1-es nagydi időmérő edzésére, efelől mindenkit biztosíthatok. És itt látható a végeredmény még egyszer, Ati, Fakir, Alex, Misi, Luciano, Levi, Misi, Sajt, Micsi Gévin, Krisz, Fekszon és Márkó Ilcsik. Zárja a sort, nagyszerű versenyt láthatunk. Krisz egyébként ráment még itt az utolsó körökben a leggyorsabb körre, tehát így ő 2 pontot tehet zsebre, nagyon nem mindegy. Azt hozzá kell tenni. No kérem szépen, pillanatokon belül érkezni fognak hozzánk a versenyzők az interjú szobába remélhetőleg. No! Hát ez úgy gondolom, hogy én személy szerint picikét meg is nyugodtam, ami a versenyünket illeti, mert hogy közben érkeznek is a versenyzők. Fakir és Ati, tehát a Williamsek már megérkeztek. Jó, hát szaladunk előre tovább. Nagy szeretettel üdvözlöm a pilótákat, Alex, mint harmadik, Fakir, mint második, és Ati, futamgyőztes. Gratulálok az elért eredményekhez, srácok. Alex, én veled kezdeném, és mivel picikét azért az idő, hát úgy sürget bennünket, és a lehető legnagyobb tisztelettel tenném föl feléd a kéréseket, és egyben javaslatot is, sőt, egy kéréssel fordulnék hozzátok, hogy fogjuk annyira rövidre, hogy azért mindenkinek azért úgy jusson, maradjon is, és a következő versenyre is legyen elegendő idő felkészülni mindenkinek. Látszok, még egyszer gratulálok. Alex, hogy értékelnéd te a versenyt? Ha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, hát egy pár perccel ezelőtt volt a nem olyan régen a safety káros fázis, ami neked hát nagyon-nagyon jól jött. És az, hogy bevállaltad a kemény gumis, tehát a kemény gumit, hát ez meg még inkább. Tényleg, oszd meg, s uralkodj, hogyan vélekedsz a nagy díjadról, a versenyedről? Először is szeretnék gratulálni Atinak és Fakirnak a futamgyőzelemhez. Ati, na, és akkor kezdjük ott, hogy a verseny eleje fele Krisz a, nem tudom, az még a safety káros újraindítás után volt, Krisz meglökött, és én majdnem ki is ütöttem Fakirt, de azután meg próbáltam menni Atiékkal, de nem sikerült, nagyon szép tempót mentek elől, és végén becsúszott egy hiba is, azt konkrétan nem tudtam, hogy mit fogok kezdeni ott, megpróbáltam elengedni Misit, nem dőlt be, de valahogy meg ki tudtam védekezni. Nehéz volt, de sikerült. Hát óriási védekezés mutattál be itt a végén. Mindenkit szerintem megleptél most ezzel a kőkemény védekezéssel. Van félnivalód egyébként, Alex? Hogy gondolod, hogy azért nem voltál esetleg túl kemény? Nem akarok én most itt szélozgatni, csak kérdezzek, hogy te belülről hogy érted meg az eseményeket itt az utolsó körökben, mert itt szerintem olyan adrenalin emelkedés löketet kaphattál, hogy óha. Azt hittem a futam után, amíg után leintettek, hogy kiugrok a székből konkrétan. Nagyon izgatott voltam. Konkrétan, miután megcsúsztam, azután elkezdtek remegni rendesen a lábaim, hogy mi lesz itt, mert ha ott nem csúszok meg, akkor nincs semmi ezek közül, mert ott egy másodpercen kívül volt ugye már Misi, szóval... De nem tudom, szerintem még pontszabályos volt, nem tudom kívülre milyen volt, de nekem úgy tűnt, hogy még pontszabályos. Jó, rendben van, Alex. És figyelj, milyen célokkal vágtál bele ebbe a kupába? Hát,
Mivel új vagyok itt ezen a ligába, meg kupába, de minden meg fogok tenni azért, hogy a lehető legjobb helyezést érjem el. Rendben van. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Paki, gratulálok neked a második helyhez. Hát eszeveszett komoly versengést mutattatok itt be a Williams csapattal, csapattársaddal, Atival. Hogyan értékeléd a versenyed? Ha gondolod, térjél ki arra is, hogy volt-e bármi kommunikáció köztetek futam alatt, vagy futam előtt volt-e valami bármiféle taktikai megbeszélésetek, hogy hogyan és miként fogtok majd menni. Mérhetetlenül korrekt versenyzést láthatunk. Ha esetleg te nem úgy érzed, nyugodtan, azt is, ha nyomdafestéket őrő hangnemben tudod közölni, akkor egészen nyugodtan hozd meg velünk. Úgyhogy át is adom neked a szót, hogy hogyan értékeled a nagy díjadat. Köszönöm szépen, először is gratulálok mindenkinek. Kezdeném azzal, hogy semmiféle kommunikáció nem volt köztem és Ati között. Futam előtt tudtam meg, hogy ő lesz a csapattársam, és hát mondjuk azt, hogy nem örültem neki, mert tegnap volt egy incidens, kicsit feltartott, de tudtam, hogy egy jó csata lesz köztünk. És ez be is következett, ugye az első három körben kibírtam szakítani a DRS-ből, viszont egy körrel hamarabb jött boxba, ezáltal konkrétan épp hogy elé értem vissza. Ezután pedig jött a safety car, ahol örültem, hogy visszabírtam jönni az első helyre, mert nem gondoltam volna. De utána ismét elkezdődött a futam, Attival elhúztunk és egy nagyon jó csatáztunk. Részemről nagyon fair volt, nagyon izgalmas. És hiába próbáltam ismét kiszakítani a DRS-ből, nem bírtam, úgyhogy visszaért rám, aztán én úgy kalkuláltam, hogy én az utolsó körbe körkezdetén a másik helyről szeretném elkezdeni az utolsó kört, hiszen a végén, a pálya végén egy hihetetlenül hosszú DRS van. De mivel a második szektor nem alakult úgy, ahogy szerettem volna, ezért elég nagy hátrányból kezdtem meg a DRS, és így nem lett meg az első hely, szóval mondhatnám úgy is, hogy kicsit eltaktikáztam, viszont egyáltalán nem vagyok boldogtalan ezzel a második helyen, még a selejtezőben vagyunk, aztán ez egy nagyon jó eredmény részemre. Valóban. Milyen célokkal vágtál bele ebbe a kupába? Szeretnéd megnyerni? Esetleg, mert azért tempód az nekem úgy tűnt, hogy megvan. Esetleg még az időmérős tempón kellene dolgoznod. Az időmérős köröd az hogyan sikerült? Hogy jóra értékelnéd, vagy azon még tudtál volna esetleg javítani? És ha igen, mennyit? Hát valami őszintén az időmérőre nem annyira készültem föl, de hát a köridő az nem volt jó, az tény, viszont a pozícióval elégedett voltam. Azt nem tudom, hogy mennyi van benne, mert tényleg nagyon keveset készültem, de elégedett voltam, illetve hogy mik a kupákról a céljaim. Hát őszintén meg szeretném nyerni, de ezt nem úgy mondom, hogy én vagyok a legesélyesebb, de ha jól csinálom a dolgaimat, jól fogratom a kártyáimat, akkor én úgy gondolom, hogy meg lehet. Mi kell ahhoz? Erős ellenfeleim vannak. Mi kell ahhoz szerinted, hogy megnyerd ezt a kupát? Miben kell nagyon jónak lenni? Ahogy mondtad, a quali az egy nagyon fontos lépés a kupa megnyeréséhez. Illetve a versenyen is még fókuszáltnak kell maradni. Nem szabad semennyi hibát sem megengedni magamnak. És ha eleget gyakorlok, és ahogy mondtam, jól forgatom a kártyáimat, akkor én úgy érzem, hogy semmi nagy képűséggel, de hogy van esélyem megnyerni. Rendben van, Fakir. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre, és további sok sikeres versenyt kívánok neked itt a kupán. Ati, végül hozzád fordulnék, mint futam győztes. De hogyan és miként értékelnéd a nagy díjadat? Mert azért voltál minden pozícióban, igazából végigjártad az egész, hát, hogy a rajt, hát ilyen fogalmat, a rajtrács minden pozícióján voltál, volt itt biztonsági autós fázis, ugye sikeresen
Túlélted a biztonsági autós fázis, miután, ha jól láttam, akkor double stack volt a csapatodon belül, tehát a Williamsnél egyszerre kettő autót kellett, hogy kiszolgáljanak a srácok, de nyugodtan száfolj rám, hogyha esetleg tévednék. De hogyan értékelnéd a versenyet? Aztán majd úgyis fogok kérdezni millió dolgot szerintem még. Próbálok belekötni mindenbe, úgyhogy nagyon vigyázz. Köszönöm, először is gratulálnék minden versenyzőnek, aztán pedig rátérk az időmérőre, vagyis az egész verseny hétvégére összesen, a verseny előtt 15 percet gyakoroltam, csak is az időmérős egykörös tempóban, az nagyon nem ment. Aztán amit összeraktam időmérőn kör, az volt kb. A legjobb, amit tudtam azelőtt 15 percben is, szóval elégedett voltam aránylag, mert de nem sikerült elő végezni, de a harmadik hely sem volt rossz. Aztán rajtot jól kaptam el, aránylag, ott megtartottam a pozíciót, és utána pár kanyarra később fel tudtam jönni Faki után második helyre. Aztán harmadik körbe jöttem a boxba, ami jó ötlet volt szerintem. Nyertem vele, és utána bejött a safety car, ami nem volt a legszerencsésebb nekünk, akik lágyon indultak, de egész jó. Figyelj, Ati, én verseny közben azt vettem észre, itt az utolsó, hát körülbelül talán 11. kör végén lehetett az, amikor Fakir téged megelőzött. Én almondó voltam, nem is nagyon védekezett Fakir, tudom, ez egy taktikai elengedés. Lehetséges egyébként, hogy így csinált. Vagy ha Fakir gondolod, nyugodtan mondd meg, hogy ez mennyire volt taktikai elengedés, mert én úgy láttam, úgy ítéltem meg, és utólag is én amondó vagyok, hogy ez picikét a taktikának is szólt, hogy nem abban a körben kell még lejátszani az első helyért járó csatát, tehát, hanem majd inkább az utolsó körre próbált volna talán Fakir úgy ráépíteni, rákészülni. Ezzel kapcsolatban te mit gondolsz, Fakir? Még csak így ennyit árulj el nekünk, ha persze publikus. Ahogy mondtad, én mindenképpen arra taktikáztam, hogy az utolsó kör kezdetén második legyek. Szóval, amint Ati megtámadott, én nem védekeztem, mivel ugye elől jobban eszem az RS, mint a második helyen, szóval RS is kellett spórolnom, ami jól jött, és ezért nem is védekeztem. No és így? Szóval, igen, ez egy taktikai. Hát nem elengedés, de nem védekeztem. Igen, igen. Tehát, és akkor így jött a csavar, mert hogy Ati meg úgy gondolta, hogy taktika ide vagy oda, kedves csapattársam, van annyira gyors tempóm, hogy esélyedem lesz visszatámadni, és nem is sok volt. Úgyhogy, hát, úgyhogy jól, nagyon jól adagoltátok az RS, azt meg kell hagyni. De itt az utolsó köröket hogy érted meg? Tisztában voltál ezzel, azzal, amit Fakir mondott, Ati? Ezzel az elengedéssel, taktikázással? Teljes mértékben tisztában voltam, de én is úgy gondoltam, hogy az utolsó körre hátul maradok, és onnan fogok utolsó hosszú egyenesbe eljönni egyeső helyen. Ez nem úgy jött össze, ha egy körre hamarabb, ha jól emlékszem, jött, mert előztem meg Fakirt, vagy mentem el mellette, és utána próbáltam tartalékolni még, hogy minél több erszem legyen, és a pálya a második részétől kezdve jobban teljesíteni a pályát, hogy lehagyjam picit. És láttam, belehibázott a valamelyik kanyarba, és ott le is maradt. Uh-huh. Az volt szerencsém. És ezek után milyen célokat helyezel magad elé? Egyáltalán módosítasz az eddigi céljaidon? Mármint itt a kupás szerepléseddel kapcsolatban? Mert azért olyan tempóval érkeztél meg, hogy hát ez nagyon komolyan letetted a névjegyed. Igazából nem változtatok, ugyanúgy csak a szórakozásból csinálom, mert élvezem, uh-huh. Meg hogy gyakoroljak ugyanúgy is. De azért persze szeretném megnyerni, mert megvan rá az esélyem. Hát már tegnapi promóciós döntőn is azért eléggé letetted a névjegyed. Hát sok sikert kívánok én neked tényleg, és sok jó versenyzést kívánok neked itt a HLB kupán. És egyben meg is köszönöm mindannyiótoknak a jelenlétét, válaszoltatok a kérdéseimre. Látszok, én nagyon jó felkészülést kívánok mindannyiótoknak, és hát gyanítom, hogy most nézni fogjátok a Forma 1-et. Valós Forma 1-et. Természetesen. Kinek szurkoltok? Fakir? Hát egyértelmű, hogy Nandi fan vagyok. Nagyon helyes. Alex? Hát
Ez lehet nem lesz populáris, de Lewis Hamilton. Ajajajaj. Borzaszt. Hát itt most nagyon, nagyon komolyan szerintem meg fognak dobálni az emberek. Ati végül? Várom, sok szeretette. Én igazából Fettelnek szurkolnék, ha ott lenne a rajtrácson. A viszont hallása... Nem csak viccelek természetesen. Tehát Fettel, jó hallottam? Igen. Rendben van, jól van. Mióta? Régóta? Úgy 17, miután elment Rosberg az F1-ből azután. Világos az elgondolás. Jó, rendben van. Ennyi volt. Nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok. A lehető legjobbat kívánom a jövőre nézve. Szervusztok! Hello. Hello. Sziasztok. A hölgyeim és uraim, ennyi volt a első HML kupának a nyitó versenye. És közérdekű közlemény. Valós Forma 1-hez hülyen. Módosítunk természetesen itt is a menetrenden, mert hogy a következő verseny az majd 19 órától, tehát a valós szaúd-arábiai nagydíj időmérő edzését követően lesz megtekinthető a HML-nek a YouTube csatornáján. Úgyhogy én mostanra megköszönöm a megtisztelő figyelmét minden jelenlévőnek. Annyi információt még hozzáfűznék ehhez, hogy a holnapi nap is fogunk mi találkozni, itt a Twitch csatornán természetesen. Nagyjából 4 óra környékétől várható vagyok majd, de ezzel kapcsolatban én személy szerint is majd fogok megosztani egy-két érdekes dolgot. Hamarosan, tehát én most elköszönök mindenkitől. Ha a chatre bárki leírja a következő szót, felkiáltója kupa, akkor a bot nagyon kedves módon ellékelni fogja az előbb említett YouTube csatornát, ahol majd megtekinthető lesz a mai nap hátra levő versenyei. 3 verseny várható még, hogy lesz még miért izgulni. De ha valaki esetleg lemaradt volna ezekről az eseményekről, vagy lemarad ezekről az eseményekről, akkor holnap én mindenki tájékoztatni fogok majd adás elején az eseményekről. Hogy ennyit így mostanra, el fogok most tűnni egy pár másodperc erejéig, és az F1 kibeszélővel fogok majd visszatérni, ahol a valós Forma 1-et fogjuk majd taglalni. Mostanra köszönöm mindenkinek a figyelmét, viszont hallásra, ami a HML kupát illeti.